Szeretettel köszöntök mindenkit, halleluja, dicsőség Istennek! Az új év első alkalma az Isten tisztelet, ugye? Az Úr dicsőségére mindig első az Úr, és aztán jön megint az Úr, és így tovább csak az Úr a mi életünkbe. Halleluja, boldog új évet kívánok mindenkinek! Köszöntöm a testvéreimet itt Tardoson, Árendásnél, Katalin testvérinőnél vagyunk, és itt tartjuk az Isten tiszteletet, dicsőség Istennek, úgyhogy ha valaki szeretne az Úr királyságába belépni, és ezen a szűk keskeny úton járni, haladni, nagy szeretettel fogadjuk őt, és csatlakozhat közénk, dicsőség Istennek, mert az ige azt mondja, sokan járnak a széles úton, és igen kevesen ismerték meg a szűk keskeny utat, amely a mennyek országába vezet. És ez a tanítás ezzel kapcsolatos lesz. Ennek a címe a megtérés egyenlő az újjászületéssel. Miért kell erről tanítani? Mert nagyon sok keresztény látni meg sincs térve. Azt sem tudják, mi a megtérés. Mert ezt összekeverik, amit leír a római levél, ugye 10. fejezet 9-es 10-es ige verse, hogy száddal szabad akaratból valld meg, hogy Úr Jézus a szívedbe költözzön. Na most ezt sokan megtették. Ezt ugye jönnek a nagy külföldi sztárok is ezen a nap és ezen, ugyanezt mondják, elmondatják sok-sok keresztényel, és azt mondják, megtértél, halleluja, megyünk a mennybe. Nem igaz, ez egy szedett-pedett hazugság, mert ő még meg nem tért, mert nem is értik a fogalmát, mi a megtérés, ezt kell tisztázni. A megtérés az, amit a apostolok könyve elmond szépen, 3. fejezet, 38-as igeverse, ha jól mondom fejből, ezt mondja, hogy jussatok bűnbánatra, térjetek meg a bűneitektől, és veszitek a Szent Szellemet. Szóval itt a sorrend is le van írva. Fel kell ismernem, hogy bűnös vagyok, meg vagyok kötözve a bűn kötelékével, és én ezt meg akarok tőle szabadulni. Erre vannak olyan, hát a Bibliából tudjuk, apostolok küzdték az ördögöt, azaz ki kell ügyni az ördögöt, amivel meg van kötözve. Fölszabadult, üres lett az edénye. Az igen is azt mondja, hogy ne hagyd üresen az edényt, mert így gonoszabb visszajön. Mikor a legyet is kizavarod a házból, becsukod az ajtót, igaz, hogy ne jöjjön vissza. Na így a szellemvilágban is be kell csukni az ajtókat az ördögnek ellenállni, hogy az ige mondja, állj ellene háromszor, és ez az. És utána betöltekező a Szent Szellemnek a szeretetével, tűzével, békességével, irgalmasságával. Ez nem azt jelenti, hogy nem mutatunk rá a bűnre, de mindjárt nem ítéljük előtet, csak megítéljük az ő cselekedeteit. Mindahogy itt Pál apostol is tette, és most, amit elmondtam, ezt én igével fogom nektek alátámasztani, hogy ez mennyire így van, mert sajnos siralmas helyzet van Magyarországon is, sokan járnak a széles úton, meg sem ismerték a szűk keskeny utat, és miután egy befogadó imát elmondott, azt mondják, dőj hátra. És akkor fogják, bemerítik őt, be van merítve, és ugyanolyan bűnös marad. Hát mert az ördögöt a víz nem hagyja meg. Ezt magamról is elmondhatnám, mert ők is ugyanezt tették. Évekkel ezelőtt bemerítettek, én meg utána ugyanúgy be tudtam rúgni, ugyanúgy mérges voltam, ha főbosszantott a feleségem, és így tovább, és így tovább. És akkor én tudtam magamról, meg az igéből is, te tudod, Tibor, te nem tértél meg? Hát mi az, hogy berágadt téged? Azt még ráadásul csak az igazságot mondta, de mindjárt besértődtem én is. És ez mind az ördögnek a szellemisége. Az azt jelenti, hogy nem tértél még meg. És na erre szeretnék biblikusan is rávilágítani, hogy sok keresztény így van, és még ezt is tanítják, hogy dőj hátra. Jó, vagy mész a mennybe. Nem. Az a széles út a pokolba vezet, a szűk keskeny út, amit még meg sem ismertek soka, az vezet a mennyek országa. Hát kezdjük az első igével, halleluja, dicsőség Úrnak, Efézus 4. fejezet 22-től 31-ig elolvasom. Ezt mondja. Hogy ne vetkezzétek a régi élet szerint való óvendet. Itt kezdődik. Első kult.
lekövetkezni. Azt a ó embert, ami volt az ember. Kocsmába járt, csúnyán beszélt, dohányzott, paláználkodott, hadd ne soroljam, majd az ige felsorolja. Ez lekövetkezni. Ez az ó ember, kívánsága. Mely meg van romolva család kívánságok miatt. Mind a kívánság csinálja. Mind a kívánság. Megújuljon pedig a ti elvéteknek szelleme szerint, Szent Szellem ellen. Hát de hogy akarod venni a Szent Szellemet, mikor az erény tele van az ördöggel? A kólás üveg tele van kólával, hiába mondom, öntsé bele szintiszta forrásvizet. Összezavarodik, igaz? Nem tud beleönteni. Először ki kell üríteni, ez a bűnfölismerés, megvallás, kiűzöm, jön a Szent Szellem. És újjászületsz. És felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett az igazságban, valóságos szentségben. Mert mit mond az ige? Az Isten semmi rosszat nem teremtett. Az ember lett rosszá. Hát ez a pényességes Lucifer is, hát ez egy pényességes angyal volt, kerub. Befedező angyal, mit jelent az? Befedezte a többi angyalokat, mert az a fény, meg ami jön az Úrból, azt el nem bírnánk. Mind ahogy Mózes is lepeltett maga elé, nem bírtak ránézni az emberek. Annyira fény lett, mikor Istennel szemtől szembe beszélgetett. Azért levetvén hazugságot, figyelj, hazugság. Szóljátok az igazságot. Kik az ő felabálátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Hát most föl lehet a kérdést tenni annak a magánzó pargasoknak, akik kiszaladtak a gyülekezetből, lehet, hogy jó is tették, fölismerték a babiloni rendszert. De magánzó pargas senki nem lehet. Senki. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragatokon. Kész, itt el a kulcs. Tudta Isten, emberek vagyunk, felszívódik a pumpa, haragudjál. De még aznap meg kell tudni bocsájtani. Még aznap. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Mert az Isten is azt mondja, tisztességgel, kéddel elvégzett munkát meg tudom áldani. Nem a izéta. Gyere hozzám. Én nem is értettem, sokan vannak, akik ebből élnek, talán még most is, meg értek is, hogy ellopták a drótkerítés, villérek egyébként, de még avval is munka volt, igaz? Le kellett tudni egy pejteni, tavaly erővel elment volna dolgozni, tisztesége kapta volna a pénzt. Nem is értem ezeket az embereket, akik ilyet csinálnak. És vannak ilyenek. Miért? Mert nem az Úrnál vannak. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos, szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatónak. Szakáromkodás, ez az, amaz, nem jöhet ki. De nem is jön ki, ha már szíved tiszta, mert szívből szól a száj. És ha még kiugrik, hát akkor tudd azt, hogy még bizony ott van az ellenség. Nem kell, hogy más megmondja. Ha már csak a rossz gondolat bepattan az agyadba, már tudd azt, hogy még az ellenség néz meg a piszkosa, még jogalapja van nálam. Erre mondja ige, hogy már az elmétekbe csípjétek el az ellenséget, és Jézus nevével vesd ki onnét. Ez egy szellemi harc. Amit a kegyelmesek nem tanítanak, dőj hátra minden jó. Nem igaz, hazug tanítás. És meg ne szomorítsátok Istennek Szent Szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára. Mikor elmondod a befogadó imádságot, beírnak az életkönyvébe és stb. És az Isten Szellemben megpecsétel. És hát ugye, ha tisztán tudod magad tartani, mire már jön Úr Jézus Krisztus, az ige is írja, hogy akik meg vannak pecsételve, azokat az angyalok összeszedik, azt viszik fel. Ez lesz az elragadtatás. Ezért haladunk a szűk keskeny úton, hogy ezt meg is érjük. Halleluja! Minden keserűség, fölgerjedés, harag és lárma,
káromkodás, kivettessék körületek minden gonoszsággal együtt. Hogy az igében megtanítottam erről, hogy az igazak gyülekedetében nem állnak meg a hamisak. Amikor az igazságra rátapintasz, egy-kettőt tudunk, igaz, akkor rá lett neki mutatva, többet nem is jött. De viszont tücsköd bogarat szólt ránk. Ilyen szekta, olyan szokta, amolyan szekta. Mert cívő szól a száj ott is. Figyeljetek testvére! Galata 5.19 gyönyörűen leírja nekünk, hogy honnét tudjuk mi a testnek a cselekedetei, és ezek a cselekedetek, ezt mind a testből vannak, és ezek nem kerülnek a mennyek országába. Már így odalapodok és olvasom nektek. Ha gyakorlatilag ugye a bűnöket csorolja föl, és olvasom én is a 19-21-ig. A testnek cselekedetei kezdi. És aki testi keresztény, a nem született újra. Esélyes is neki, hogy a mennyországba kerüljön, mert az igenis ezt mondja, garantálom néktek, hogy a test és vér nem látja meg a mennyek országát. Talulják kell születni, nincs itt mese. Ez a újra születés meg csak ezen a szűk keskeny úton tud megtörténni. Azt mondja, a testnek cselekedetei pedig nyilván valójak. Melyek ezek? Házasságtörés. Külön van véve parázmazsáktól. Ez se jó, meg az se. Házasságtörés. Ha mit mond el az ige? Amit Isten egybe szerkesztett, embert és a hölgyet, ugye? Azt ember ne válassza szét. És vannak keresztények, akik bátran még tanítsák is, hogy így kell csinálni. Bűnbe hajszolják azokat az egyeneket. Utána sorolja a parázmaságot. Tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás. Ez bármi lehet. Van akinek a pénz, van akinek a macskája, van akinek a kutyája, van akinek a... De tényleg. És a bálványimádás utálasoktól az Úr előtt, és egyenlő a varázslással, ezt a egy sámmal körbe leírja, nem tudom, hogy a mai napon itt benne, igen, benne lesz, úgyhogy fogom olvasni. Harag, gyűlölködés, patvarkodás, visszavonások, pártütések, irigység, gyilkosságok, részegség, dobzódás, alkohol, egyebek, ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már előtt is mondtam, szóval a Pál apostol már többször elmondta nekik, csak a galataiaknak. Az közben máshol is fő vannak sorolva ezek a bűnök. És mondja, előre mondom néktek, de már mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Nem is bírom fölfogni én ezt, se elmével, se hogyan se. Hogy merik az ellenkezőjét tanítani, hogy megyünk a mennybe és ott bűnösök? Most gondold ezt te, de tudom, hogyan van. Olyan démonizált állapotban vannak, bátran mennek Istennel szembe, mert nem jutottak Isten félelemre, mert a példabeszédek azt mondja, ha Isten félelemre jutottál, bölcs vagy. Másképp nem, csak okoskodással. És Isten félelemre hogy lehet jutni? Az ige által. Azt mondja, hogy az ige újítsa meg a ti elméteteket, és benne van az igében, hogy az ige föl van kelve, meg tud szabadítani. Az ige szabadít meg. Na mivel csak a kegyelmet szólják, kegyelmet, ő maguk is sötétségben vannak, vakvedett, világtalant, hogy mondta Jézus, ez a verembe vezet ez az út. Menjünk tovább, testvéreim. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Galata 5. fejezet 24-es ige versét felolvasom néktek, ami ezt mondja. Aki pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Mint mond Pál apostol. Uram, én nem tudtam, hogy ne kívánd, az is bűn. Ő is majd utána tudta, meg pedig nagy farizeusi volt, ugye? És míg keresztény volt, addig üldözte az igaz hívőket. Aztán Isten megtérítette őt, ember nem tudta, damaszkuszi úton megérintette őt, 180 fokos fordulat, és onnét túl Jézus Krisztus meg a tanításait tanította. Szóval akit nem érint meg Isten, az nem tud újjászületni.
De az Úr többször volt rá példa, hogy embereket megérintett, de annyira démonizáltak voltak, meg mikor jött a kísértés, ha itt nemes harcát már nem vívta, meg ugyanúgy visszament a bűnbe. Efézus 5-öt. Figyeljetek, milyen fontos, ezt leírja. Efézusi levélhez oda megyünk, 5. fejezet, 5-ös ige verse. És ezt pontosnak találta az Úr, hogy belegyen a Szentírásban. Nem véletlenül. Olvasom. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy pösvénynek ki bálványimádó, pösve pénz, bálványa, nincsen öröksége Krisztusnak Istenek országában. A pösvény se. Hát ez komoly dolog, nem? Miért? Azért, mert aki fösvényé vál, a szíve nincs az Úrnál, 1, 2, hanem a pénz szerelme van nála. És ez bálványá vált. Szerelmes a pénzbe. És ezért nincsen neki üdvössége. 1 Sámuel 15.23-ra oda megyek, kedves testvérem az Úrban. Amint említettem ezt az igét, majd most is szeretném olvasni. 1 Sámuel könyvéből, a 15. fejezetéből, 23-as ige verset, ami egyértelműen leírja, hogy a bárvány imádás az egyenlő a varázslással. Na, jó van, ez 2 Sámuel volt, kicsit előre haladtam, dicsőség Istennek. Olvasom, kedves testvérem, azt mondja, mert mind a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. Aki engedetlen is. Elmondod neki, mégse úgy cselekszik. Még meg is hallgat bólingat is, még ott már kétszínűség is megvan, ott ezt ágában nincs úgy csinálni. Sokkal jobb az, aki neki áll vitatkozni. Hogy miért, hogy mi. Hát sokkal jobb, mint aki ezt ágában nincsen úgy cselekszik. Ez az engedetlenség. Bálványozás és bálványimádás. Az egyenlő az ellenszegüléssel. Bálványimádás, bálványozás. Engedetlenség. Ez mind a varázslás bűne. Egyértelműen leírja. Az Úrnak mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvett téged, hogy ne légy király. Az azt jelenti, hogy az igében tudjuk, írja az ige, hogy ki a parancsolatait betartotta, a hit nemes harcát megvívta, az a mennyek országában a koszorút megkapja. Az örök életet. Nem lesz király. De azok királyok lesznek, akik ezt betartják. Úgyhogy az Úr elveti ezeket a személyeket, akik még itt cselekszenek. Jakab 1.11-re oda megyek. És felolvasom. Jakab 1.11. Olvasom, 11. Igen. Mert felkél a nap perzselő hőségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész úgy a hervad el a gazdag is az ő útjában. A gazdagság el fog hervadni. Egyik perc, a másik perce kódus lesz, még a Jakab levele ebben foglalatoskodik, de tudjuk az igéből, csupaszon jöttünk, csupaszon megyünk. Semmit se fogunk itt hagyni. Vagyis mindent itt hagyunk. Semmit se viszünk magunkkal. Semmit se viszünk magunkkal, hogy mindent itt hagyunk. Úgyhogy nem abban kell foglalatoskodni, hogy az ige is mondja, hogy a kincseidet ne a földön gyűjtsd, ott fenn a mennybe. Ott kell gyűjteni. Aztán a Jakab level 5. fejezet 1-től 5-ig még ezekkel a doglokkal foglalatoskodik, ami ezt mondja nekünk, olvasom, Jakab levele 1-től 5-ig. Nos, ha immár ti gazdagok, sírjatok, jargatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek rátok, reátok. Gazdagságotok megrothad, és a ruháitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstököt rozsda fogja meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és meg sem,
megemészti a ti testeteket, mint a tűz, kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban is. Íme ti medeiteket learató munkások bére, amit ti visszatartottatok, kiált. És az aratók kiáltása eljutott a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, dobzódtatok, levágatás napjára hízlaltátok a ti szíveiteket. Hogy bizony ez a gazdagok nincsenek megdicsérve sehol a Szentírásban, azért, mert a mammonnak a hatalma nagyon nagy. Sírja az ige, nem lehet két urat szolgálni. A mammont is, meg az urat is, magyarul. Földön is gyűjtöm a kincset, meg fönt is szeretném. Nem, ez a földi megakadályozza az mennyországnak a kincsének a gyűjtését. Mert kettő együtt nem megy, azt mondja az ige. Kettőt együtt szolgálni nem lehet. Miért nem? Hát akinek van is egy kisebb, nagyobb gazdagsága, az nagyon jól tudja. Most akár magamról is beszélhetnék, most már nincsen, de mikor volt, egy ház, még egy ház, tanya, mi? Hát sok-sok feladat volt ám abban. Akkor nem jártam az urnán, nekem semmi közöm nem volt Istenhez, de tudom magamról, hogy már tombolt az agyam, sokszor nem is aludtam, mit kell holnap csinálni, ide menni, oda menni, azt tenni, és le vagy kötve akkor. És ki köt le? Az ördög. Na vagyok a szerzés, ez mi az ördög tűvöd? Hát nyilván nem azt mondja az Isten, hogy gunyhóba kell rakni, nem, mert nem mond ő ilyet. Tisztessége munkát elvégezve, kész, aztán lényeg az, hogy a gazdagság az elviszi, mert a pénzben hatalom van. És erő. És kizökkenti még a sok keresztényt is látni, sajnos olyat, akik tényleg keresztényként lettek elég komoly gazdagságot, és már bizony széles út. A dobzódás, hogy le van írva, is bejön. Úgyhogy ebben nagyon vigyázni kell, hogy mi a határ, az urat kérni. Ahogy mondtam, a kincseket Máté 6. fejezet 19-es ige verse ír erről, amit szeretnék felolvasni nektek, 6. fejezetbe írja le, 19-től, halleluja, mindjárt oda ellapodok, igen, 19-től 21-ig, olvasom. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ez nagyon egyértelmű egyébként. Földi keresztény, vagy mennyei. Széles út, vagy szűk út. Aki a szűk útat járja, ugye abból hívő lesz, mert mindenki keresztény. Sőt, azt mondja Orbán Viktor, mi keresztény ország is vagyunk. Miközben megy a nagy bálványimádás, gyilkosság, törvénybe adva nyugodtan abortot lehet csinálni, közben ez kőkemény gyilkosság, megy szembe Istennel. De mi megálljuk ezt az Orbán Viktort és az összes parlament dolgozóit is, hogy jó törvényeket hozzanak. Áldja meg az Úr őket. Mi is megálljuk. Kedves testvéreim, a Kolossé 3:1-re oda szeretnék lapozni, és megnézzük ezt az igét. 3. fejezet 1-3-ig ezt mondja nekünk. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, oda felvalókat keressétek. Innét tudna, hogy kiindult el a szűkeskeny úton. Tudod, vagy akár hagyod őtet beszélni, mert egy órája beszél a földi dolgokról. Ha nem, hó, milyen jó az Úr, nézd meg, mit csinált bennünk, ha nem ezt mondja, hanem a földi dolgokat mondja. Innét látod azt, hogy most Krisztusba beleszületett? Vagy még nem? Ez se baj, mert ez idő, kinek mennyi idő? Az Úr, hál' Istennek, türelmes. Te én is nem tudom, 49-50 volt, amikor az Úr megérintett, és a Bibliát vetette a kedembe, mert engem, mert ember aztán nem tudok megtéríteni. De az Úr igen, dicsőség neki, hálás is vagyok ezért. Szóval Krisztussal, az odafölvalókkal keressétek, ahol Krisztus van. Istennek jobbján ülvén. Odafölvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
Hát mi lesz ezzel? Beházik a tető? Persze, meg kell csinálni. Hát első adó. Nyilvánvaló, első adó. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. Meghaltunk. Hát minek? A testnek. És akkor figyeld, fogod ott a szívedbe érezni, figyeld. Jó van, első te vagy. Majd ráérod. Már ázik, már két hete most, nem mindegy, még egy hét neki. Majd megcsinálom. De első az Úr. Most ilyen szélsőséges dolgokat mondok, de tényleg így van. És én is ilyen, jó, csináljuk meg ezt, ugye ott a gyümölcsösben, mikor megyünk az Úr egyére. Jó, ha már kimegyünk. És milyen jó az Úr, most figyelj, szolgálatokat adott nekünk az utolsó napokban, ugye? Mentünk el szolgálni, ott már is van egy, ott voltunk nyolcan, egy kis csapat. És az Úr adta. És az evangéliumot, a magokot 5 éve hintettük el. És az Úr most élesztette fel. És azt mondtuk, nem, mert mondtam nekik, majd jövőre megyek. Utolsó héten hittem. Hát mondom, nem megyek én a hegyre, hát mennyivel fontosabb a bárányok. Amen. És nagy áldás volt bennem. És így is csináltuk. Dicsőség Istennek. Halleluja. Úgyhogy így tudod a sorrendet föltenni, és nem örlődsz, hogy a földi úgy már mikor csinálom. Hát ráér. Első az Úr. És béke lesz a szívedbe, figyelj ide. Béke és nyugalom, és így fogsz dolgozni a földi síkon is. És ekkor nagy áldás lesz rajta. Sokkal jobban fogsz haladni. Mert az Úr megáll tégedet. Látja azt, hogy ő az első a te szívedben. És ez csodálatos dolog. Kolossé 3:5-9-et felolvasom. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Na most, meg kell ölni. Meg kell halni a földi testi kívánságoknak, mert az mind bűn. Paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, kapzsiságot, ami bálványimádás, ez mind bálványimádás, és utálatos az Úr előtt. És nézzétek meg, hogy ez milyen fontos. Hát mindenhol tanítja a Pál apostol. Korintusi levélben, Agapé, mindent. Vagy nem Agapé, mi az? Galata levélben. Melyek miatt jön az Istennek a haragja az engedetlenség fiaira? Mert aki ezt cselekszik, engedetlen. És ha engedetlen vagy, akkor lázadó vagy. Ha lázadó vagy, bálványimádó vagy és varázsló, és nem látod meg a mennyek országát. Ezek nagyon kulcs szavak. Melyekben ti is jártatok, rengetegen mikor éltetek adokba. Most pedig vessétek el ti is mind adokat a haragot, fölgerjedést, gonoszságot, az átokból, káromkodást és gyalázatos beszédet. Amen. Amen. Ezeket ki kell vetni, ezeket el kell hagyni a mi szívünkbe, és dicsőség az Úrnak, fog jönni az Istennek a Szent Szelleme. Római levél 13-14-re oda megyek, halleluja. Római levél 13-as fejezet, szeretném felolvasni nektek. És a 14-es ige vers. Hanem öltöznétek fel az Úr Jézus Krisztust. A testet ne tápláljátok kívánságokkal. Ez az ellenségünk a test. Hát mert a testen keresztül, lelken keresztül az ördög ott tud begyalulni. Bemegy, és akkor irányítja a sok testi keresztényt. És akkor sok-sok földi dologgal foglalatoskodik. Aztán, amikor van ideje, elmegy az Isten tiszteletre. Mikor meg nincs ideje, mert fontosabb dolog van, testi dolog, akkor nem megy. És én meg úgy gondolom, hogy első Isten mindenben, írja is az ige, és el is várja tőlünk, akkor tudja áldást adni a földi munkánkra is, amit tisztességgel végzünk. Róma 7:7. Halleluja, dicsőség az Úrnak, 7. fejezet, 7-8-as ige versét fogom belolvasni a római levélből. Olvasom. Mit mondunk tehát? A törvény bűn én.
távol legyen. Sőt, inkább a bűn nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha törvény nem mondaná, ne kívánt. Ez is bűn. A kívánság. És így jön 8-as igébe. De a parancsolat által a bűn alkalmat vett a nemzet bennem, alkalmat nemzet bennem, minden kívánságot, ugyanis a törvény nélkül holt a bűn. Törvény nélkül holt a bűn. Ha nem volna törvény, halott lenne a bűn is. De Isten azért adta a törvényt, hogy felismerjük, hogy milyen bűnösök vagyunk. És aki itt írja a 6. fejezet 4-től 8-ig elolvasom, fősorolja a 4. fejezet, a 6. fejezet 4-es ige versétől 8-ig. Eltemettetünk azért ővele együtt a keresség által a halálba, hogy miképpen feltámasztott Krisztus a halálból bennünket, atyának dicsősége által azonképpen mi is új életben járunk. Mikor Jézus Krisztusba beletületünk, újjászületünk, elhagyjuk ezeket a mocskos bűnöket, amit imént föl lett csorolva, ez a megtérés, hogy fölismerem a bűnt. Fölismertem. És ki akarok ebből a bűnből jönni, azaz megtérni belőle. Na akkor jön az újjászületés, mert a démon is kitakarodik a te életedből, ha te azt már nem cselekszed, amit az ördög akar rajtad keresztül lopni, csalni, hazudni, nyomorba dönteni, és így tovább, palándálkodni, italozgatni a berúgási, mert nem az a bűn, hogy megiszol egy-két pohár bort. Olvasom tovább, 5-ös igevers. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk vele, úgy feltámadás szerint is egyé leszünk. Beleszülettünk Úr Jézus Krisztus szellemiség. Egy vagyunk vele. Amen. Na most tudjuk a Bibliában az Isten közösséget a bűn, de nem vállal. Akkor az, mint az éles úton jár az a valaki. Vagy ha el is indult ellen a szűk keskeny úton, még van benne, mert a Pál apostol is azt mondta, hogy tusakodván, ott bent a belső emberem már tudja, hogy bűn, de még a zsigereimben van és elkövetem. Szóval ő is a hit nemes harcát annak ellenére, hogy Úr Jézus Krisztus térítette meg, még neki is a tisztulások voltak. Folyamat. Ez nem egyik perc a másikra megy. Egyik perc a másikra az megy, hogy Isten megérintett. És elindulsz ezen az úton. És utána jön a hit nemes harc, ezeket minden. Olvasom tovább, 6-os igevers. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele Jézussal megfeszítetett. Megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste. Meg kell halni a testre. Halott. Akkor tudod, van a falánkság is bűn. A korva gyarod, oda csapsz, nem kapsz! Na, ha csak az alkoholbűn jobban látszol, nem látszódik ez is. Mert igen, az is, mikor tényleg falánkság van, mindenük a hasuk írja az ige. Tiszta pöldi. Az tiszta pöldi. És az el tudja teljesen vinni. Az is. Azt mondja, tudván azt, hogy jó emberünk ővel megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljanak a bűnnek. Amen. Ez a lényeg. Régen csináltam, már nem csinálom. Kész, dicsőség Istennek, nem az enyém, mert magamtól nem tudok kijönni. De én imádkozok Istenhez, Uram, te szabadíts meg tőle, hogy imádkoztam és tédre vagy a böjtölve, megszabadított sok súlyos démontól. Dicsőség neki, nem az enyém. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Szabad vagy, ez a szabadság. Szabad vagy. Ez a szabadság. Nem a bűnre vagy szabadságra, hogy a kegyelmesek tanítják, dőj hátra, Úr szeret, a hónap elkövetsz, mint ma azt elvitte. Így tanítják. Hadogság. Hanem a szabadság az, hogy leírja János evangéliuma, az igazság szabaddá. Ezt megismered az igaz írásokat. És megszabadulsz. Ha akarod, az Úr nem fog megerőszakolni. Csak ad indítatást. Egyszer is, kétszer is.
Ennél hosszú tűnő írja az igenis, hogy mindenki megtérésre jusson. Vár az Úr, mindenkit vár. Hiszen mindenkinek adott komoly feladatot itt a földi síkonnál. Ajándékokat. És ami nálad van ajándék, az nincs nála. Ami nálad van, az sincs, de ha egyesülünk egy szellemben, akkor a két láb összecsatlakol, és minden ajándékot már üregedett. Amen. Az emberek épülésére. Amen. Ez a lényeg. Figyeljetek, hogy pedig meghalljunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Amen. Ez a dicsőség, ez a szűk, keskeny út, kedves testvéreim az Úrban. Ez a szűk, keskeny út. Halleluja. Drága testvéreim, oda megyek, 1 János 3.8-at szeretném olvasni. 1 János 3. fejezet 8-as ige verse. Halleluja. Aki a bűn cselekszi, ördögből van. Ha mely a bűn kicselekszi, az ördög. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben leredezik, azért jelent meg Istennek fia, hogy az ördög munkáját lerontsa, és le is rontotta. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne maradt az ő magja, megmaradt a mag. Amit egyszer a szívedbe beengedtél, Isten magát, az megmaradott, hogy nem veri ki senki. És nem cselekedhetik bűn, mivel hogy Istentől született. Ha meg újjá születték, kedves testvérem, ha már csak egy rossz gondolatod jön, már nem kell egy perc, a Szent Szellem rátszol, nem volt szét. És nem érzed jól magad. Legkismert fordulásodban. És akkor mész a legbelső szobádba, Uram, bocsáss meg nekem, megáldom őtet, és akkor rendben vagy. Mert az ige is írja, tisztítsd meg a te lelkiismeretedet, mert ezek mind a lelkiismeretedet ülnek rá, és akkor nagyon sok ember depressziós lesz, amit tudunk is, rengeteg keresztény is. Depresszió, meg ez, meg az, meg az, még az igazságot se lehet neki elmondani, úgy besértődik, hogy évig nem szól hozzád. Na, ez mind az ördög megint csak. Úgyhogy ebbe vigyázni kell, testvérem. 1 Péter 4.1. Ezt mondja nekünk üden, ezzel kapcsolatosan. 1 Péter első levele, 4. fejezet első ige versét olvasom fel nektek. Ezt mondja. Mint hogy azért Krisztus testben szenvedett értünk. Fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki a testét fegyelemben tartja, megszűnik a bűntől. Amen. Amen! Ki visz téged bűnbe? A test. Az ördög a te testeden keresztül irányít. És akkor különböző bűnök ütik fel a fejét. Ha gyere, iszunk, kocsintunk egyet, mit üzész már itt, hát egy-két pohártól mi bajod lett? Az már 13-nál jár. Így megy az. Ha így áll még egyet, meg na. És ott meg kell tanulni, ellentmondani. Ihatsz vele, kocsinthatsz egyet, nem probléma. De azért már 13-at nem kéne szerintem. Az Úr se örül neki. Mind aki volt részeg, enn a kocsmába hirdette az evangéliumot. És akkor olyan részeg volt, így dűledezette. Hát mondom, vigyél már, de ha mondom, ha merre jártál? Hát kocsmába. Hát tudtuk, hogy kocsmába volt. De azt mondja, így lettem az evangéliumot nekik. Mondom, te. Majd mikor kiholtam, az másnap. Hát mondom, nehogy elképzeled az Úr erőt. Mondom, te mutatod be az Istennek a jellemét. Velük együtt is orosz. Így lettem az evangéliumot. És az ördög ilyen rafináltan lenyugtatta az ő szívét, figyel, és akkor tiszogatott, hirdette az evangéliumot, és elnyugodt volt, hogy végzi az Isten munkáját. És közben az Úr nem volt rá bölcs, meg nem örült, meg nem is adta magát, mert az a jellem, ami neki volt, az nem az Úré volt. És ez rendszer volt ez a kocsma. És így becsapta az ördög, kérdezőjegyet. Hát ott már pimszín ez az ördög. Ezt hogyan tedd meg, a harci ember hogyan teszi meg? 2 Korintus 10-re oda megyünk, mert itt harcról van szó, ez már tisztán feketén fejre látszódik, hogy itt egy komoly szellemi harcban vagyunk benne. 2 Korintus levélre oda megyek, kedves testvérem, és aki nem akar harcolni, félrevonul, hát a dújjászületés nem lesz ott.
4-től 6-ig elolvasom. Ezt mondja, mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek. Mi nem belecsatázó, úgyhogy a kesztyűt olyan macsázom, na gyere. Hát, ez már lefutott meccsén, és itt csináltam régen. Most már nem itt csinálom. Fölveszem az ellemi fegyvereteket, és imádkodok egy jó térte. Térjen meg, halleluja, mert tudom azt, hogy a ördög beszél belőle. Ő nagyon jó ember is lehetne, ha az ördög elengedné őt. Itt írja a lényeg. Szóval nem testiek, hanem Isten által hatalmas erősségek lerontására kell a fegyver. Az igen. Leront már okoskodásokat. Már testből csak okoskodás. Régen szoktuk mondani, mindig valaki okosabb volt tőlünk. Na jön a fő okos, hallgassátok majd csak. Én meg már mentem el. Mert vagy összeverekedtünk, mert nem bírva. Én is fő okos voltam, aztán rájöttem. Így volt régen, mikor testiek voltunk. Figyelj, itt van a leront már okoskodásokat. És minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emelkedik. Azt mondja. És foglul elpé minden gondolatot, ami Isten ellen van. Hogy engedelmeskedjél Krisztusnak. Amen. Csak így tudsz engedelmeskedni. Elkapod az ördögöt, kiveted adnét, és tudsz engedelmeskedni. És így jön a alázatosság az engedelmességgel, és így jön a békesség. Mert hogy itt majd még valamelyik igert mondja. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget. Mi ez teljes lesz a ti engedelmességetek. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. 1 Korintus 15:44. Halleluja, 1 Korintus 15:44. Az Úré minden dicsőség, olvasom. 44-től 50-ig. Elvetitek az érzéki testet. Érzéki. Hát de miért érzi rám ilyen csúna? Hát az úgy rám szólt, én többet nem jövök el, mert begyülekedetbe. De én már, ha még a hangját is felmert. Hát mert szerintetek Úr Jézus Krisztus megdicsérte a templomban azokat, akik ott adtak, vettek. Fölborította még az asztalt is. Ostort pont és kiverte onnét az embert. Ha szerintetek ott csinálta, megcsináltam. Ha megengednétek, hogy megcsináljam, hogy felvehetem a hangomat. Hát nehogy már aztán Úr Jézus Krisztus így csinált. Vagy a Pál apostol, aki oda mondta, mindenhol megbotránkozást okozott. Miért? Mert az igazságot a fejére tolta még a királynak is, őt nem érdekelte. Jézus, én meghalok szívesen, mondta. Úgyhogy nem, kedves testvéreim, olvasom. Elvetitek az érzéki testet, mert az tiszta test. Besértődés és így tovább. Feltámasztatik a szellemi test, ami sokkal magasabb, nagyobb az, aki bennem van. Ha mi az, hogy te leköpte engemet? Na tudod mit, én most jó megáldalak téged, barátom. Ez lesz a tiedék. Aztán majd az Úr a te cselekedeteid szerint meg fog ítélni. Meg engemet is. Meg mást is. Van érzéki test, és van szellemi test is. Itt tudatja velünk, van szellemi test is, van érzéki. És akiben melyik az erősebb még. De mindig a szelleminek kell győzni. Így is van megírva, figyelj, jön az első ember Ádám. Élő lélek, ő tényleg lélek volt, testi. Az utolsó Adán megelevítő szellemé. Amen. Ez úgy Jézus volt. És tőlünk ez változik el. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a szellemi. Első ember földből való földi, második ember az Úr a mennyből való. Amilyen ama föld, olyanok a földiek is. Amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földieknek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeieknek ábrázatát. Amen. Mikor újjászületsz. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Az pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökli Isten országát. Amen. Test nem fog fölmenni.
se a testét, se a lelkét, se a besértődést, se az alkoholizmus, amit fölletsor. Nem megy föl a mennyek országába. Halleluja, dicsőség az Úré. Kedves testvéreim! 1 Korintus 15:56. Felolvasom. A halál fúránkja pedig a bűn. A bűn ereje a törvény. És a római 6:23 mit ír le, kedves testvéreim? Mindjárt felolvasom nektek. Ez a bűn minket a pokolba visz, csak sehova bássava. Azt mondja a római levél, 6. fejezet, 23-as ige verse. Mert a bűn zsoldja a halál. Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet. A mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Szóval kedves testvéreim, a bűn zsoldja a halál. Mit kell erről tudni? Főképpen szeretném nagyon tudatni ezekkel a kegyelmes tanítókkal, hogy mikor egy ilyen igaz evangéliumot vagy tanítást lenyomsz, akkor ők mindjárt mondják, ne átkozódja se, mert nem értik őnáluk a szájukból, csak a kegyelem jön ki. Kegyelmet kaptunk mindnyáján, de ez még nem az üdvösség, és a üdvösséget is ingyen kaptuk, de nekünk tisztán kell tudni megállni. És ő nekik a figyelmüket nagyon-nagyon sok ige elkerül, rengeteg sok ige, mert csak a kegyelmet szajkozzák. Itt a bűn zsoldja a halál. Ez nincs eltörölve. Ő, hogy kegyelmes gyülekezetbe jár, de bűnös, attól ő neki halál lesz. Nem mennyország. Ez az egyik. A másikat itt szeretném, azt a igét, amit előtte olvastam, hogy a bűn az megerősíti a törvényt. Hogyan erősíti meg a bűn a törvényt? Ugye vannak a törvényben, le van írva, hogy mi a bűn. És a bűnös ember abban a pillanatban visszamegy a törvény alá. Kedves kegyelmes tanítók, szeretném ezt nektek még egyszer elmondani. Mert van szemetek, nem láttok, van fületek, nem hallotok. Ha bűnt követünk el, itt ez az ige igazolja meg több helyen is, már erről én tanítottam, abban a pillanatban átmentünk a törvénybe, a bűn által. És mondhatott a kegyelmet, miközben bűnök hemzsegnek a gyülekezetben, meg sok keresztény életében, te, mint bűnrészes, ugyanúgy a rosszat kapod, mert nem mutatsz rá bűneidre, bűneikre, hát hiszen sok vezetőben is még ott van. És az nem fog rámutatni, meg ehhez erőteljesnek kell lenni, Szent Szellem, vagy az igazságot ki mert mondani, meg szeretette megdargálni, akit kell, érted? Meg kötelességet. Na most ezek úgy elmaradnak a kegyelmes helyen, de még egyszer szeretném kihangsúlyozni, mihely is de bűnbe estél, vagy, te már rég a törvény alatt vagy. És ez az ige is, ez a római levél 6:23, ami azt mondja, bűn zsoldja a halál. Nincs eltörülve. Járhatsz gyülekezetben 40 évig vagy 50 évig, aztán a legvégén azt fogod kapni, hogy mikor Úr Jézus Krisztus jön az elragadtatása. Most sincs itt, tessék, hát én meg itt maradtam. Hát te ott maradtál. Hát bűnösök nem fognak fölkerülni. Le van írva a hemzseg a Szentírás ettől, hogy egy bűnös sem kerül be a mennyek országába, test és vér nem kerül be, mai napon is ez elhangzott, úgyhogy a testi keresztényeknek esélyük sincs arra, hogy üdvösséget nyerjenek, hanem rá kell lépni erre a szűkeskeny útba, felismerni, mégiscsak egy igét elolvasok zárásnak, ez lesz a zárás, mert az Úr most fölhozta apostolok körvét, olvassam föl, kedves testvéreim, amiről ez az egész tanítás is szólt, de itten egy ige versben gyönyörűen le van írva. Már is mondom nektek, ez azt hiszem a második fejezet, 38-as ige verse. Péter pedig mondná nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében. Vigyeld a kulcsot, bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Van itt egy sorrend, kedves testvéreim. Bűnöket elhagyjuk, kitisztult edényünk, vesszük a Szent Szellemet, és járunk a szűk úton, mert ezen a szűk úton Szent Szellem nélkül nem lehet járni.
elgáncsol az ördög. Csak Szent Szellem által tudsz. Még ha meg is botl, azt mondja az ige. Még a ligal is megbotni kétszer is. De mindig feláll. Tudod, abban a pillanatban, hogy rosszat csináltam, uram, bocsáss meg, képst, az ész tovább. Ennyi. Ezért hosszú tűrő az atya. Nem azért, hogy ki se akarsz jönni a ragadványból, a bűnből, ezed ágába sincsen. Hanem akarsz, de még gyenge vagy, elgáncsol az ördög, úrnál vagy, megvallod, kész, mész tovább. Még a Pál apostollal is megtörtént ilyet. Hát a Péterrel is. Még be nem törtekeztek, mikor ugye Isten kijelentésére mondta, hát uram, nálad van az élet, de hova mehetnék már, mit a nélküled? Ezt a atya jelentette ki nektek, mondta az úr. Aztán a következő igeversben meg olvasod, Jézus mondja, föl fognak engem akasztani, ha nem lehet az uram, velem nem történhet meg. Ördög a hátam mögé, mondta Jézus. Mert ott már testi volt, és az ördög beszélt belőle, hogy Jézussal nem történhet meg, mikor ez a mi nagy üdvösségünk, halleluja, dicsőség Istennek, de ott még a Péter sem értette. Kedves testvéreim, befejezzük ebbe a mai napot. A napot még nem, de az imád, a tanítást igen. Egy imádsággal, halleluja, dicsőség az Úrnak. Drága mennyei atyám, hálás csak vagyunk a mai napért, atyám. Téged dicsérünk, magasztalunk, Uram, áldjuk szent nevedet, Uram. Köszönjük, atyám, ezeket a tanításokat, köszönjük a drága testvéreinket, Uram. Az új év első alkalmán, Uram, minden dicsőséget neked adunk, minden dicsőség a tiéd, Uram. És kérlek, atyám, hogy ezek az igék a szívekbe hújjanak be, Uram, és a sok termést hozzanak, Uram. Aki bűnben volt, atyám, az fölismerje, jöjjön a szűkeskeny útra, Uram Istenem, és szülessen bele Úr Jézus Krisztus szellemiségébe, hogy üdvössége legyen neki. Uram, megáldjuk mindazokat, akik meg fogják nézni ezeket a tanításokat. Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja, dicsőség Istennek!